Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elfogadták a költségvetést, a cél Tolna megye fejlesztése. Magyar falu program, újabb fejlesztéseket adtak át Győrén. Halmozta a szabályszegéseket, büntetőeljárást indítottak a dombóvári férfi ellen. Hamar feladják az újévi fogadalmakat. Mitől csökken a lelkesedés? Elfogadták a Tolna megyei önkormányzat idei költségvetését. A forrás jelentős részét a működésre fordítják, majd de a pénzből bőven jut a nem régen elindult TOP Plusz pályázati rendszer fejlesztéseire is. Az előző 7 éves uniós ciklusban eredetileg több mint 27 milliárd forint fejlesztési forrást osztott volna szét a Tolna megyei önkormányzat. Ezt viszont végül több milliárddal szárnyalta túl. Az idei év költségvetésében pedig már a nemrégen indult TOP Plusz pályázatokra szánható forrás egy része is szerepel. Már érkeztek be pályázatok, és a települések óriási érdeklődést mutatnak a fejlesztések iránt. Azt gondolom, hogy az előző időszak, előző ciklus nagyon szép példát mutatott arra, hogy hogyan tud együttműködni egy megye a településekkel. A költségvetés elfogadása különlegesen fontos napirendi pont volt a megyei közgyűlés legutóbbi ülésén. Ebből a forrásból finanszírozzák ugyanis azt az előkészítő munkát, ami során az új pályázatokat dolgozzák fel. Elképesztő mennyiségű kreativitással találkoztunk, és azt gondolom, hogy ez a Tolna megyében élő embereknek a sikere is. Jó élni Tolna megyében. A cél, hogy a következő időszakban közel 40 milliárd forintot költhessenek Tolna megye fejlesztésére. 8578 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza szerdán. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.738.944 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 42.966 főre emelkedett. 5062 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közül 206-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.385.000-en kaptak. Tolna megyében 228 új fertőzöttet regisztráltak szerdán. Ezzel a járvány kezdete óta 36.915-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Február első felében több mint 5000 üzletben vizsgálta az élelmiszer árstopp betartását a fogyasztóvédelem, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Kiemelték, a tapasztalatok szerint a kereskedők elenyésző számú kivételtől eltekintve csökkentették áraikat, az előírt készletet tartják raktáron. A kormányhivatali szakemberek mindössze 42 esetben találtak hiányosságot, a hatóság mostanáig összesen 300.000 forint bírság kiszabásáról döntött. A kormány február 1-től a tavaly október közepi szinten rögzítette a kristálycukor, a buzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertésszomb, a csirkemell, csirkefarhát és a 2,8%-os UH-tehén tej legmagasabb árát. A Magyar Falu programban idén is nagy hangsúlyt kap a vidéki települések fejlesztése. 2019 óta több mint 200 milliárd forintnyi támogatást vettek igénybe a falvak a helyi életminőség javítására, emelte ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Az ünnepélyes átadón azt is elmondta, hogy 2022-ben 70 milliárd forintból valósulhatnak meg a kistelepülési beruházások. Győre a 2020-as Magyar Falu programban sikeresen pályázott a temetői infrastruktúra fejlesztésére. Közel 4 millió forintos támogatás igénybevételével készülhetett el a 10 férőhelyes parkoló a temető bejárata előtt, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Nagyon jó ütemben zajlanak a Magyar Falu programos beruházások, és most újabb két ilyen beruházásnak az átadásán lehetünk. Itt a temető előtt egy 10 férőhelyes parkoló készült el. A program pályázati lehetőségei közül az egyik legkeresettebb a tanya és a falugondnoki buszok beszerzése. Győre is élt ezzel a lehetőséggel, korábban a település lakosság száma miatt nem volt módjuk gépjármű beszerzésre pályázni.
A 2021-es Magyar Falu programnak köszönhetően a több mint 14 millió forintos támogatásból vásárolhattak meg egy új gépjárművet. Különböző dolgokra tudják ezt is használni, gyerekek szállítására, óvisok iskolások szállítására, sport egyesület tagjai tudják használni, illetve az idősebbeket tudják elvinni orvoshoz, a rendelőintézetbe, Bonyhádra, piacra bevásárolni, társadalmi rendezvényeken tudják használni, úgyhogy ebédkihordásra. Győrében korábban is működött falugondnoki szolgálat, így nélkülözhetetlen számukra az ennek ellátására alkalmas gépjármű. A Magyar Közút Nonprofit ZRT a téli hónapokban is folyamatosan végez lokális burkolatjavítási munkákat, amikor azt az időjárás is engedi. Az enyhébb idő kedvez a munkáknak, ugyanakkor a csapadékos és változékony időjárás hatással van az utakra is. Az országos 32 ezer kilométeres közút hálózatból 2010 óta összesen több mint 6500 kilométernyi szakasz teljes körű felújítása valósult meg. Tavaly évtizedes csúccsal közel 1300 kilométeren indulhattak el, és javarészt fejeződhettek be átfogó munkálatok. Tavasztól folytatódnak, és újabb beruházásokkal egészülnek ki a felújítási munkák, így idén is a tavalyihoz hasonló mértékben válhatnak korszerűvé az útszakaszok. A Magyar Közút a 2022-es évben közel 90 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi 95 mérnökségen keresztül. Ezen kívül főleg a Magyar Falu Program által biztosított plusz forrásokkal és külső vállalkozásokkal kiegészülve nagy felületű burkolatjavítási munkákat is végeznek majd a szakemberek. Újra összeült Bonyhádváros képviselő testülete. A konzultáció során az egyik legfontosabb napirendi pontot fogadta el a városvezetés, a költségvetési rendeletet, amely meghatározza az önkormányzat és a hozzátartozó intézmények egész éves működését. A város 3,5 milliárd forintból gazdálkodhat 2022-ben. Egy olyan nagyon nehéz, válságos és járványsújtotta időszakban, mint amit most megélünk, mégis arról tudok beszámolni, hogy ebben a költségvetésben egy megközelítőleg 22%-os fejlesztési arány van, ez 750 millió forintot jelent, és ami nagyon fontos még, hogy ez az összeg, ez uniós források nélkül értendő, hiszen az idei esztendőben még nem állnak rendelkezésünkre olyan pályázati lehetőségek, mint amit az elmúlt években volt, ezért külön öröm számomra, hogy az általunk megtakarított forrásokból és kormányzati támogatásokból tudjuk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani az idei esztendőben. A dombóvári rendőrök egy 50 éves helyi férfit ellenőriztek, aki számos szabálysértést követett el. Többek között ittasan ült a volán mögé. A gépkocsi vezetővel szemben ittas járművezetés vétség miatt büntető eljárást indítanak a dombóvári rendőrkapitányságon. Az elkövetett szabálysértések miatt szintén feljelentették a sofőrt. Dombóváron a Hunyadi téren állítottak meg rendőrök egy autót, mert a járőrök arra lettek figyelmesek, hogy a sofőr nem használta biztonsági övet. Az 50 éves helyi férfit emiatt 10 000 forintos közigazgatási bírsággal sújtották, mondta el Komlosiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Ezt követően ellenőrizték a jármű adatait is, mely során megállapították kollégáim, hogy az autót még 2017. szeptemberében kivonták a forgalomból, műszaki érvényessége pedig 2017. novemberében lejárt. Az autóvezetője ennek ellenére közlekedett a járművel, amelyet elmondása szerint 2 nappal ezelőtt vásárolt, és arra még felelősségbiztosítást is kötött. Az egyenruhások a sofőr adatainak ellenőrzése után a szondát is megfújatták a férfivel, ami pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre előállították a kapitányságra, ahol a vizsgálatok megerősítették azt a gyanút, hogy a férfi ittasan vezetett. Emiatt az 50 éves helyi férfit kihallgatják gyanúsítottként ittas járművezetés vétség elkövetése miatt. Az általa elkövetett szabálysértések miatt pedig szintén feljelentették. Kollégáim elvették továbbá az autó forgalmi engedélyét, valamint lefoglalták annak rendszámait is. A szóvívő elmondta, hogy a gépkocsi vezetővel szemben ittas járművezetés vétség miatt büntető eljárást indítanak a dombóvári rendőrkapitányságon. Az elkövetett szabálysértések miatt szintén feljelentették a sofőrt.
Már több mint 200 ezer család igényelte a babaváró támogatást, háromnegyedük otthonteremtésre fordította a kölcsönt, jelentette be a családokért felelős parlamenti államtitkár szerdán a hivatalos Facebook oldalán. Zsigó Róbert azt mondta, ezt az új családtámogatási formát másfél éve vezette be a kormány azért, hogy a gyermeket vállaló fiatalokat ezzel is segítse az indulásban, a családalapításban, az otthonteremtésben. A politikus közölte, a babaváró támogatás nagyon népszerű, és a támogatottak nagy része a 30-as évei elején járó fiatal pár. A nők majdnem fele 30 év alatti. Az adatok szerint 90%-ban a maximális 10 millió forintos kölcsönt vették fel az igénylők. A támogatásra már a várandóság előtt is jelentkezhetnek a házaspárok. Így ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekre vágyó fiatalok meglépjék ezt a fontos döntést, és valóban megszülessenek a vágyott gyermekek. Emellett a támogatás az otthonteremtést is segíti, hiszen a párok háromnegyede erre fordítja a kölcsönt. Köztudott, hogy az újévi fogadalmakat a legtöbben nem tudják betartani. Sokan megfogadják, hogy a következő 12 hónapban végre tényleg lefogynak, többet fognak sportolni, mint valaha. Januárban mindig megtelnek az edzőtermek, februárra viszont már alig járnak az újak közül. A szakemberek szerint átlagosan 60 napra van szükség egy új szokás kialakításához. Az év elején sok mindent elhatározunk. Például változtatunk az életmódunkon, a táplálkozásunkon, több időt fordítunk a sportolásra, megszabadulunk a felesleges kilóinktól. Aztán elmúlnak az ünnepek, jönnek a zsúfolt hétköznapok, a kezdeti lelkesedés felváltja a csüggedés, hiszen nem biztos, hogy olyan mértékben fogyunk, változik az alakunk, ahogy azt a fogadalomtételkor elképzeltük. Lengyel Norbert, szexárdi személyi edző beszélt arról, hogy ő mit tapasztalt, hányan adták fel az újévi fogadalmukat. A januári 20-25%-os emelkedéshez képest egy picit is szabesett, de úgy gondolom, egy olyan 10-15% megmaradt a januárba érkező vendégekből. Ők talán látják azt, hogy befordított munka és az a figyelem, amit a táplálkozásra tudnak fordítani, az életmódváltásra, az meghozza az eredményét, és ez tarthatja bennük a motivációt. Ahhoz, hogy valaki kitartson az elhatározása mellett, fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy az elérhető célt nem adják ingyen. Időt, energiát, rengeteg belefektetett munkát és számos szokásról kell lemondani azért, hogy az elképzelt eredmény megvalósuljon. Másfél-két hónap alatt egy túlsúlyos vendégnél azért erős 3-4-5 kilóba is mérhető a változás, plusz a fizikum elkezd javulni. És ez a kettő együtt hozza azt, hogy a kitartást fel lehet bennük építeni, hogy ez igaz, hogy nem lesz mindig ennyire aktív és ennyire gyors, de ez egy folyamat lehet, amikor a végén azt el tudják érni, amit ők szeretnének. A szakértők szerint azért ez a legnehezebb újévi fogadalom, mert ebben az esetben tényleg tenni kell a kitűzött célért. Az új hozzáállás szokása alakítása azonban nem történik meg egyik napról a másikra. Ehhez átlagosan 60 napra van szükség. Regionális híreink következnek. Közös agrárpolitika. 7600 milliárd jut a magyarországi mezőgazdaságra a következő ciklusban. Sofőr hiány a Tükebusznál. Kevesebb járatot indítanak Pécsen. Érkeznek a határozatok, értesítések. Idén is a NAV-hoz kell befizetni a gépjárműadót. A gazdálkodókat érintő jövőbeni változásokat, valamint az agrárpolitikai stratégiai tervet ismerhették meg azok, akik részt vettek a közös agrárpolitikáról szóló fórumon Sejjén. Az országos programsorozat célja, hogy az uniós reformok aktualitásairól tájékoztassák az érintetteket. A baranyai településen szép számmal vettek részt az érdeklődők. Az uniós közös agrárpolitika reformjának aktualitásai. Ezzel a címmel zajlik egy országos fórumsorozat, melynek egyik állomása Sejjén volt. Számos érdeklődő vett részt az eseményen, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium közösen szervezett. A gazdálkodókat érintő jövőbeni változásokat, valamint az agrárpolitika stratégiai tervét ismerhette meg a közönség. A találkozón részt vett Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta, Sejjén és környékén is rengeteget fejlődött a mezőgazdaság. Azt nagyon fontos dolognak tartom, hogy Sejje környéki mezőgazdasági tevékenységekre is jellemző az, hogy a hatékonyság az elmúlt 10 évben jelentősen nőtt.
ez a magyar agrárgazdasági támogatási rendszernek is köszönhető. Magyarország nagyon jól használta fel a magyar és az uniós forrásokat. A résztvevőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke tájékoztatta a fontos tudnivalókról. Györfi Balázs elmondta, hogy a következő 7 éves ciklusban mintegy 7600 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennek egyik pillére a terület alapú kifizetésekre vonatkozik. Itt egy olyan 3300 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy a terület alapon kifizetett támogatások érdemben nem változnak, sőt inkább egy kicsit növekednek, semmiképpen nem csökkennek. Ezt úgy értük el, hogy a kettes pillérből átcsoportosítottunk egy bizonyos összeget az egyes pillérbe, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Ezért a kettes pillérbe tartozó támogatási konstrukciót ki kellett egészíteni, hogy ne alakuljon ki forráshiány. Györfi Balázs hozzátette, hogy még nem indult el az új ciklus. Jelenleg egy 2 éves átmeneti időszakban vagyunk, amíg Brüsszelben nem állapodnak meg a feltételekről. Így aztán egy olyan helyzetben mondjuk, hogy az új pénzt költjük, de még a régi szabályok szerint, és ebben az átmeneti 2 esztendőben 1500 milliárdot fizettünk ki, ami több, mint az előző 7 év teljes időszaka, és a fennmaradó rész, mert 4300 a teljes büdzsé, azt pedig a hátralevő 5 esztendőben fogjuk majd kiosztani. Az eseményen elhangzott, hogy számos lehetőség közül választhatnak a gazdálkodók, hiszen többek között a családi gazdaságok és őstermelők számára is kedvező feltételeket teremtett a kormányzat, de a vidékfejlesztési program vagy a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer is segítheti az érintettek munkáját. Egyre tarthatatlanabb a helyzet a pécsi közösségi közlekedés bonyolító önkormányzati cégnél, mondja a városi Fidesz frakció vezetője. Azonnali bérrendezés kell, mert a buszvezetők elhagyják a céget, ez pedig járatcsökkentést eredményez, amit már most a héten elkezdenek. A tőkebusz jelenlegi helyzete is szóba került a pécsi közgyűlés keddülésén. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, meg kell állítani a sofőrök elvándorlását a cégtől. Különben a helyi buszmenetrendet nem lehet majd teljesíteni. 10%-a kevesebb sofőrje van jelenleg a tőkebusznak. Tehát ez azt jelenti, hogy a jelenlegi menetrend nem tartható. Tehát hogyha ez így marad, és még több sofőr hagyja ott a céget, akkor járatszám csökkentésre, ritkításra fog sor kerülni. Ezt hónapok óta mondjuk. A Biocom Nonprofit Kft. És a Tőkebusz Zrt. 2022. februári menetrendmódosítási javaslatainak jóváhagyása. Ez az egyik napirendi pontja a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság szerdai ülésének. Járat ritkításról dönt az előterjesztés alapján a bizottság, mondja a frakcióvezető. Mégpedig az egyik legforgalmasabb járatnál, a kettes busznál, ez bizonyos időszakokban 12 perc helyett 15 percenként fog járni. Tehát megindult az a folyamat, amire mi felhívtuk a figyelmet, tettem is egy módosító javaslatot, hogy például a propaganda sajtó helyett 50 millió forintot csoportosítson át az önkormányzat a tükebusznál dolgozó sofőrök bérrendezésére. Sajnos a baloldali vezetés és a mögötte lévő koalíciós többség ezt elutasította. Jelenleg a tükebusznál dolgozó sofőröknek az alapóra bére 1265 forint, a volánbusznál bruttó 1650 forint az alapóra bér. Ezért mennek egyre többen a volánhoz dolgozni a buszsofőrök a tükebusztól. Hamarosan érkeznek a határozatok és értesítések a gépjármű adóval kapcsolatban. Ezt idén is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kezeli. Ebben az évben már kerekítés nélkül forintban kell megfizetni az összeget. Az első részlet határideje március 15-e, a második részleté pedig szeptember 15-e. Azok, akik nem kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására, SMS-ben csekket is igényelhetnek a NAV-tól. Idén is a Nemzeti Adó és Vámhivataltól érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok a gépjárműadó fizetésére kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. Idén az adót kerekítés nélkül forintban kell megfizetni, hívta fel a figyelmet a megyei sajtóreferens. Barlai Krisztina kiemelte, hogy azok az adózók, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adóösszege, értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre. Ezek a dokumentumok az elektronikus tárhelyre fognak érkezni. Azoknál az adózóknál, akiknél nincs ilyen elektronikus elérési lehetőség, ők postán fogják megkapni a hivataltól az iratokat. Azok az adózók, akiket egész évre adómentesség illet meg, sem határozatot, sem értesítőt nem fognak kapni. A kötelezettségnek a befizetését lehet teljesíteni utalással vagy csekken. Aki pénzforgalmi számlanyításra kötelezett, neki kötelező az utalással teljesíteni a kötelezettséget. Nagyon fontos, hogy utalás esetén a közlemény rovatba mindenképpen szerepeljen az adószám vagy az adóazonosítójel.
A gépjárműadó első részletét március 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni. A határidőkre azért érdemes odafigyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor már késedelmi pótlék növelheti az összeget. A NAV egyébként a tavalyi évben vette át ezt az adónemet az önkormányzatoktól, azonban a változás után országosan több tízezren továbbra is a megszokott önkormányzati bankszámla számra utalták az összeget. Az adóhivatal viszont egy külön számlát tart fenn erre, belföldi gépjárműadó bevételi számla néven. Az a természetes személy, aki nem utalással szeretne fizetni, február 15-től már kérhet csekket is. Ezt SMS-ben teheti meg a csekk szó, majd szó közután az adóazonosító jel beírásával és elküldésével. A benyújtott igényre két csekket postáz a NAV a bejelentett lakcímre vagy tartózkodási helyre. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Elfogadták a költségvetést, a cél Tolna megye fejlesztése. Magyar falu program, újabb fejlesztéseket adtak át Győrén. Halmozta a szabályszegéseket, büntetőeljárást indítottak a dombóvári férfi ellen. Hamar feladják az újévi fogadalmakat. Mitől csökken a lelkesedés? Pénteken már a reggeli óráktól kezdődően kisüt a nap. Ezt napközben is csak kisebb időszakos felhősödések zavarhatják meg. Számottevő csapadék nem várható. A délelőtti órákban még lehetnek élénk északnyugati széllökések, délután már határozottan gyengül átmenetileg a légmozgás. Estétől újból megélénkül, időnként megerősödik a délnyugati szél. Az éjszaka első felében kevés lesz a felhő, majd megnövekszik a felhőzet, elszórtan eleredhet az eső. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!